Miben látják a növekedés lehetőségét itthon és világszerte a piacvezető vállalatok első számú döntéshozói? A PVC magyarországi vezérigazgató felmérése idén második alkalommal 7 iparágból több mint 170 vezérigazgató megkérdezésével mutatja be a hazai és a világgazdaság legjelentősebb iparági képviselőinek véleményét, az őket foglalkoztató kérdéseket és a jövőre vonatkozó főbb terveiket. Az elmúlt évtized során a globális gazdaságon oly mértékű bizonytalanság lett urrá, hogy az egyetlen biztos tényezővé a kiszámíthatatlanság vált. A kilátásokat tekintve a vállalatvezetők idén sem túl bizakodóak. Saját cégük növekedésébe vetett hitük azonban továbbra is töretlen. De vajon mivel vértezik fel vállalataikat itthon és külföldön a biztos bizonytalanság korában? Ha a növekedésről van szó, a hazai és a nemzetközi vállalatok vezetőinek figyelme ugyanarra összpontosul, a termékfejlesztésre és a meglévő piacokra. Ahhoz azonban, hogy az ezekben rejlő potenciált kiaknázhassák, a hazai vezérigazgatóknak három fontos tényezőt kell szem előtt tartaniuk. Elsőként azt a két stakeholder csoportot, amely a legnagyobb hatással vannak működésükre. A harmadik pedig nem más, mint saját vezetői víziójuk. Hogyan teszik versenyképessé cégüket a jelenlegi bizonytalanságban? A hazai vállalatok számára a növekedés szempontjából döntő fontosságú a kormányzattal kialakított kapcsolat. Hogy miért? A kormányzat és a regulátorok döntései aggasztóan hatnak a vezérigazgatókra. Ez azonban nem csak itthon van így. A cselekvő kormányzatok az utóbbi években a világ minden táján aktív szerepet szánnak maguknak a piaci folyamatok alakításában. Így egyre inkább elkerülhetetlenné válik, hogy a beavatkozó állam és a cégvezetők között, helyi és globális szinten is érdemi párbeszéd és hatékony együttműködés alakuljon ki. A globális vállalatok vezetői szemében egyértelműen az ügyfél az első. A legtöbb vállalat még mindig csak a fogyasztók tömeges viselkedését vizsgálja. A technológia fejlődésének köszönhetően azonban ma már arra is lehetőség nyílik, hogy megértsük, mire vágyik a fogyasztó, mint egyén. Az ügyfélcentrikus működés terén a hazai cégvezetőknek még van fejlődési lehetőségük. Pedig a fogyasztók megnyerése a túlélés záloga lehet a következő években, csak úgy, mint az eddig kiaknázatlan piacok feltérképezése a környező országokban és a világ többi részén. Az elmúlt évtizedben végbe menő válság rákényszerítette a cégvezetőket, hogy rugalmas lépésekkel álljanak helyt és növekedjenek az állandósult bizonytalanságban. Mindenhez elengedhetetlen, hogy vállalati stratégiájukat a folyton változó körülményekhez igazítsák, és szűkös erőforrásaikat gondosan kiválasztott célkitűzések mentén koncentrálják. Nézzük tehát, mely területek kapnak kitüntetett figyelmet a hazai vezérigazgató körében az elkövetkező időszakban. A költségcsökkentés és a költséghatékonyság irányába tett lépések még mindig toronymagasan vezetik a mezőnyt. A kiadások folyamatos karcsúsítása mellett azonban a jól célzott befektetések is helyet kapnak. A kettő közötti egyensúly megtalálása lesz az, amely sok vállalat számára a növekedés vagy a túlélés kulcsát jelenti majd. Hogyan alkalmazkodnak mindehhez a döntéshozók? A világgazdaság kiszámíthatatlan fordulatainak hatására a magyarországi vezérigazgatók hajlamosak saját várukba visszahúzódni. Ez a bezárkózás 2013-ban viszont már nem lesz jó stratégia. Ki kell mozdulni a csalók a biztonságot adó sáncok mögül, keresni a kapcsolatot minden stakeholderrel, ideértve a kormányzatot, a vevőket és a hasonló cipőben járó cégvezetőket. A hazai felmérésben arra kértük a felsővezetőket, nevezzék meg, mely történelmi alakokat tartják példaképüknek, ha az ideális vezetőről van szó. A válaszok alapján éppen azt, aki nem fél megtenni ezeket a lépéseket. Kapcsolatot keresni a gazdasági élet szereplőivel, legyen az a kormány, az ügyfelek, vagy akár a versenytársak, és ha kell, merészebb piaci stratégiát alkalmazni. Ön készen áll a változásra?